És példákkal mutattuk be. A hármas határ ugyan évente csak egyszer nyílik meg, azonban évek óta már nem kell zsáktelepülésről beszélnünk Rábi vonatkozásában, ugyanis 2019-ben nyílt meg a Rábi Kübekháza határát kelő hely. Ezek a települések sajnos ugye zsáktelepülések voltak. Nagyon fontos ez egyrészt a közlekedés, a turizmus szempontjából, de ugyanúgy ugye fontos hosszú távon nézve gazdasági szempontokból is. Az elmúlt két évben ugyan személyesen nem találkoztak az országok képviselői a hármas határ megnyitásakor, de az együttműködés azóta is töretlen. Imamo skupštinu tog društva na kojoj ćemo kroz dnevni red koji je već predviđen proći kroz projekte koji su do sada realizovani kroz ovu organizaciju. Kao što i sami znate, organizacija je osnovana pre svega u namjeri da kroz jednu političku saradnju, kroz jednu privrednu saradnju, kulturnu, obrazovnu i sportsku. A három szomszédos ország összefogása példaértékű, hangsúlyozták a találkozón, ami pedig a jövőt illeti, komoly tervekkel készülnek az együttműködő felek. Alapvetően van egy nagy álmunk, hogy tegyük újra nagyjá a Tiszát. Szeretnénk a Tiszán visszaállítani a turizmust, esetleg a tömegközlekedést, hogy a délvidéki emberek könnyebben tudjanak átjönni ugye a határon. Nyilván a távlati cél az, hogy Szerbia is uniós ország lesz. A megnyitott követően a három ország egy-egy településéről érkeztek fiatalok is, akik futóversenyen mérték összetudásukat. A hármas határ szombaton és vasárnap 9 és 19 óra között lesz nyitva.